A Debreceni Szakképzési Centrum építéstechnológiai és műszaki szakképzőiskolája már több mint 50 éve áll az építőipari szakképzés szolgálatában Hajdú-Bihar megyében. A szakmai képzés gépészeti, építészeti és faipari területen zajlik. Több mint 10 szakmát lehet elsajátítani az intézményben. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, és egyúttal boldog új évet is kívánunk. 2022 első adását láthatják itt a következő percekben majd. Régi és jól bevált helyszínen vagyunk az építekben, és hát egy olyan szakmát néztünk ki magunknak, amely nagyon régóta foglalkoztatott minket, és most el is jött az ideje. Ez pedig az asztalos szakma, amely itt a következő néhány órában remélhetőleg, hogy sok örömet fog okozni nekünk, és az ujjainkat is meghagyjuk majd a végére. Kovács Péter szakoktató a mai házigazdánk, és állandó barátom Horváth Zoltán lesz a műsorvezető kollégám. Sziasztok, szia Peti, szia Zoli! Hát akkor szoktam mindig kérdezni, hogy Zolinak milyen elvárásai vannak a szakmával kapcsolatban, viszont először téged kérdeznének meg, hogy mi is lesz a mai program, hogyan fog összeállni ez az egész forgatás, és egyáltalán miket fogunk összeállítani, készíteni. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. A mai programunk egy dohányzó asztal lesz, amit össze fogunk állítani. Alapvetőleg hosztoldott borújfenyőből fogtok dolgozni, a tetejét pedig egy furnírozott forgáslap fogja képezni. Ezt fogjuk itt alapvetőleg megmunkálni ebben a teremben. Hosszvágás, egyengetés, vastagsági gyarulás, különböző csapok és csaprések kialakításával összeállítjátok majd ketten a dohányzó asztalt, és a végén pedig rákerül majd a furnírozott tetőlap. Ezáltal úgy egészen nagy bizalmad van felénk, tehát hogy elmondtad, így ez az egész kompletnek tűnik. Azért választottuk ezt, mert nagyjából ezen a dohányzóasztalon az összes asztalosipari alapgépnek a működését átlátjátok, tudjátok használni. Jó közel, vagy hasonló módon úgy, hogy biztonságosan tudja mindenki használni. Ne legyen azzal baj, hogy valaki tényleg napvégén majd újak nélkül megy haza. Figyelünk majd egymásra, és reméljük, hogy megszeretitek a szakmát ti is úgy, mint ahogy én szeretem. Abban biztos vagyok. Zolikám, a füled mögött már ott a ceruza. Na, azt mondták, így kell. Ez az első szakmai. Ez első lépés. Igen, akinek azt mondják, hogy a fülénél meg a ceruza, az jó asztalos lesz. Akkor oké. Hagyjuk is itt abba. Nagyjából elő vannak azért hossz méretre készítve. Ja, segítettél nekünk is. Így ne legyen, hogy 6 méteres szába érkeznek, ne legyen vele probléma. Először is ugye beállítjuk, 45 centi lesz nekünk a tiszta magasságunk. Hossz méretre általában egy 2-3 centit mindig ráhagyunk, hogy legyen egy kis játszás a végén, hogy biztos meglegyen, ne kelljen azzal aggódnunk, hogy nem fog stimmelni a méret. Beállítom, 48 centire hagytunk rá most hosszára egy 3 centit. Hogyha valami esetleg hibázik, akkor le lehessen még csípni. Így van. Csak ez fenyő. Ez most hosszoldott borói fenyőből készül, igen, mindez. Ez mit kell tudni róla? Puha fa, kemény fa. Hát, ezek jó szavak, ugye? Így teljesen jó szavak. A fenyőfélékhez tartozik, azért hosszoldott, mert általában ebből az anyagból nyílászárókat szoktunk készíteni, de mivel a dohányzóasztalnak a lába azért általában egy tömbösebb anyag, nem tudjuk simán padlóból megcsinálni, hogy ne menjen vele az idő, hogy még tömbösítünk is a helyszínen, ezért választottunk, ezért esett a választás erre az anyagra. Ebből egy fogásból ki tudjuk alakítani azt a keresztmetszetet, tehát ami nektek majd könnyebb lesz utána vele dolgozni. Ja, egyébként még azt sajnos a kedves nézők talán nem tapasztalhatják ki képernyőn keresztül, de iszonyat jó illat van itt bent. Tehát talán amúgy ez a voltunk már azért rengeteg helyen, jó mondjuk a szakácsnál is jó illat volt, de hogy ez valami káptázott. Jöjjön mindenki, de nézze meg. Nagyon jó hangulata van amúgy. Ennek még annyira nem is. Vannak illata, meg minden fának egyedi az illata, de majd fent tudok mutatni esetleg egy tujafát, aminek alapvetően gyönyörű, meg nagyon jó illata van, de mindig. Nem az van, hogy ezt letettem, és itt van egy hónapig, akkor már nem érzed az illatát. Azt, ha megfogod 2 hónap, 3 múlva, és ugyanazt az illatot fogod érezni folyamatosan a benne lévő gyanta tartalom miatt. Hazavisszük. Amúgy az jutott eszembe, hogy jelen állapotban ez a darabfa többe kerül, mint ha ugyanez aranyból lenne. Nem kéne nagyon barbárkodni. Na, akkor erre is kérünk egy ilyen árstopot. És mindig megvágjuk a végét is, a láncfűrészen nem tudjuk, hogy van kialakítva a vége, hogy nagyjából darabolás van kint a fatelepen. Itt azért nagyjából megvágjuk, hogy az nekünk stimmeljen. Ha beindítom, mindig a faanyagot hozzászorítom a stellerhez, és szépen egy érintőleges vágással én azt levágtam róla. Innentől kezdve ezt átfordítom, ütközik a stellerhez, és szépen. És akkor ez lesz a lába? Ez lesz a lába. Ebből már van nekünk 1, 2,
ha minden igaz, akkor ő már rövid lesz, de hozom a másik anyagot. Hú, legalább eltaláltam, hogy az a lába lesz, nem a teteje. Ez még önmagában nem tehetség. 48-ra. Így van, én kezdem. Jó van, kezdem én. Jó, az úgy elég annyira. Így jó? Igen. Jó. Ilyenkor mindig elhúzott hátrébb az anyagot. Igen. És mehet vissza. Így. Jó. És akkor itt most átfolytod az egészet. Nem átfordítjuk, felemeled. Igen. És fordítsd át. Úgy. És akkor megint a 48-at. Ugye toljuk ki teljesen, tolt ki ide. Igen. Ez maradhat itt. Ja, ja. Csak az anyagot így, hagyj jöjjön. Lehajtod a szellet, lehajtod, így van, vissza. Most vágod le. Jaj, elmozdult, húha! Vissza sosem húzzuk, ha már elmozdult, akkor is áttolod, mert visszacsaphatja. Fogod és tolod. Jó? Elveszed innen. És kész a lába. És akkor kell még egy olyan, ami ilyen. Zoli. Ezt csinálom én. Jól figyeltél? Azt hiszem. Már ilyenkor nem kell megvágnod. Van egy vágott oldal, már nem kell megvágni még egyszer. Ez volt? Így van. Csak toltól jól csináltam. Úgy. Neked csak így fél munkát kell. Így jó? Igen. Rendben. Figyelj, kapcsolni a fekete gomba. Kettő van. Igen, az vagy ki? Jobb oldali van. Na. Akkor a bal oldali van. Akkor a bal. 50% esélyem volt, az ilyenek nem szoktak. Az első sikerélmény megvan. Kialakítottuk a lábaknak, ugye a keresztmetszeti mérete nagyjából már nekünk megvan. A négy lábunk elkészült. Meg kell csinálnunk hozzá viszont az alsó és felső összekötőket is. Ki kell alakítani. Az előbb ugye megmunkáltuk körfűrésszel a hossz anyagunkat, most pedig amit megmunkáltunk körfűrésszel, azokat az anyagokat fogjuk derékszöges megmunkálásnak alávetni. Egy lapját, egy élét fogjuk megmunkálni mindegyik anyagunknak. A lapját leterhelve kézzel mindig előre, szépen fogom és áttolom kezemet, a henger vagy a kés előtt mindig átemelem, leterhelem még egyszer, és mindig el nem engedem két kézzel soha, mindig terhelve van a faanyagom, kezem átemelem, és szépen tovább tolom. Amikor az anyagom már látom, hogy szép sima, ugye nem mindig dolgozunk ilyen jó anyagból, hanem előfordulhat, hogy sima fűrészelt árut kapunk, akkor egy-egy engetési tolás nem biztos, hogy elég neki. Olyankor van, amikor kétszer-háromszor át kell tolni, attól függ, hogy mennyire görbe van, annyira, hogy van kifűrészelve az anyagom. Ha viszont ez már szépen stimmel, akkor onnantól kezdve az egyengetett lapomat nekifektetem a Stellernek, és onnantól kezdve amellett fogom eltolni, derékszöges felületet kialakítva. Ezzel azt mondjuk, hogy egy bázis felületet alakítunk ki, és ilyenkor ezt a felületet, amit én kialakítottam, ezt ceruzával mindig összejelölöm, hogy ez a derékszöges oldalam. És amikor átmegyek majd kialakítani a pontos keresztmetszetet, akkor nem fogom összekeverni, hogy melyik oldal volt egyengetve, hanem tudom azt, hogy ez volt, akkor ezt fogom hozzá párhuzamosan kialakítani. És akkor csak két oldal kell? Most csak, hát úgy mondjuk két oldal, de az egy lapja, egy éle a faanyagnak. Neki támaszkodok, kezemet átteszem rajta, és arra figyeljünk oda, hogy az előtolás folyamatos legyen. Ne az legyen, hogy eltolom, és akkor közben megállok, és nézem, hogy mi történik. Kezem nincs az asztalnál, mindig csak felül támasztom meg. Nekem ez már derékszöges az oldala. Nem játék? Nem. Most, hogy megegyengedtünk mindent, átjöttünk a vastagsági gyalogéphez, ezzel fogjuk kialakítani a pontos keresztmetszeti méretünket, amire nekünk szükségünk lesz. Arra figyelek, hogy mindig két ember dolgozik rajta, egy, aki adagolja, egy pedig, aki elveszi. Aki adagolja, arra figyel, hogy amit megrajzoltunk és egyengetésnél összejelöltünk, az mindig az asztallal találkozik, az egyengetett oldal mindig az asztallal tud találkozni, és ugye amit nem gyalultunk, azt fogja a késtengelyem, ugye felül van, megmunkálni. Aki pedig elszedi, az pedig arra
odafigyel, hogy ahogy kivette az anyagot, abban a sorrendben is fogja letenni. Nem fogja forgatni jobbra-balra, hanem hogy kivette, úgy teszi le. Aki adagolja, az pedig ugye a következő sorrán arra figyel, hogy ha nem tiszta, akkor még az az oldal megy be. Ha már tiszta a felületem, akkor fordítja, és mehet a másik oldalra. Bekapcsolom a gépet, és szépen felemelem lassan hozzá, addig, míg az előtoló el nem kezdi kivinni. Innentől kezdve, amikor kiment, emelek rajta egy felet, és szépen fogom, ugyanazt az oldalt be fogom rakni. És elkaptam. Elforgattad. Nem, itt volt ez az alja. Ide szépen rá le kell tenni. Ide rakjuk? Igen. Hát akkor így. Ugye figyelek, hogy ez a vastagabbik oldala, így fogom berakni először. Nem nézzük bele sose, úgy tett be. Most, hogy megmunkáltuk az anyagunkat, és ugye megvan a pontos keresztmetszeti méretünk, most körfűrésszel meg fogjuk vágni a pontos tiszta hosszát is. Jó, beválítottam már most először a lábakat fogjuk megvágni, aztán pedig az összekötőket, 45 cm a tiszta mérete. Ugyanúgy, mint ahogy az először csináltuk, egy érintőleges vágás, még akkor is, hogyha derékszögesnek tűnik, meg fogjuk vágni, onnantól átfordítom, és megvágom a pontos hosszát ugyanúgy. Egy kézzel dolgozok, odafigyelek, a Stellernek mindig nekiütöm az anyagot, ne álljon el tőle, és próbáljuk meg minél jobban itt fent szorítani, jó? Nem itt hátul, itt fent, hogy ne engedje a körfűszlap elmozogni nekem a faanyagomat. Rendben? Azért ez már most itt komoly téttel bír, mert ha elrontjuk, akkor ez billegni fog életünk végéig. Hát, akkor egy pohár alá tétet faragunk, vagy valamelyik, amit itt lesorjáztunk, és akkor alá kell rakni. Igen. Na most van benne valamilyen tűrési lehetőség van. Ha véletlenül netántán az egyik rövidebb, akkor még tudunk olyat csinálni, hogy mindet rövidebbre vágjuk. De egy bizonyos méret alá már nem lehet lemenni akkor se, úgyhogy olyan túl sok rontási lehetőség nincs benne. Kis japán izévet. Most, hogy megvágtuk méretre magának az asztalnak, a faanyagának a keresztmetszeteit, most magának a tetőlapnak kell a méretre vágását megcsinálnunk, ahhoz, hogy már fent készmérettel tudjunk dolgozni. Tegnap mi ezt lefúrnéroztuk nektek előre. Köszönjük ezúttal is. Ráhagyással dolgoztunk, ugye forgáslapot fúrnéroztunk az egyik oldalán, sima fenyőfúrnél található, a másik oldalon pedig egy kicsit mintásabb, kőris és venge mintával összeállított minta van felhúzva. Ezt fogjuk körbevágni, ugyanis ennek az éle, a forgáslapnak az éle azért még elég sérült, így nem lehet lezárni szépen, hogy ez azért azt mondjuk, hogy egy dohányzóasztal tető legyen, arra még ez így nem megfelelő. Körbe fogjuk vágni, a körfűrészlapot kicseréltük egy sűrű fogazásúra, az elővágót felállítottuk, ugye lefele szaggatva sem szaggatja ki így a fúrnét alulról, hanem szép felülete lesz alulfelül magának a lapnak. Körbevágjuk, egy-egy centit kell szépen körbevágnunk rajta ahhoz, hogy nekünk a méretünk meglegyen. Én megtolom az egyik oldalát, aztán pedig a vonalhoz kell állítani, hogy onnan már ne csaljunk. Jó? Megpróbálhatjuk. És akkor vége lesz egy körasztal belőle. Úgy. Bekapcsoltam a nagyot is, bekapcsoltam külön az elővágót is hozzá, itt menni kell mind a kettőnek. Elhúzom hátulra teljesen, erre figyelek. Hozzáfekszik, ugye nincs jelentősége, hogy görbe, nem görbe, most fogom derékszögesre kialakítani, és szépen a végét, hogy éppen vágjon belőle nekünk egy picit, és az egész felületet szorítom, nem elég csak itt szorítani, azért picit látom görbe, az egészet szorítom, hogy az elővágó mindenhol végig tudja nekem vágni az anyagomat. Leszorítom, és szépen... eltoltam rajta. Innentől kezdve nekem egy tökéletes élem van, aha. Nem pedig ez a kitörezett, kiszaggatott élem, amivel dolgozok. Na most ezt a lapanyagot körbe kell forgatnom az asztalon, ahhoz, hogy a derékszöget megkapjam. Hogy levágtam az egyik oldalát, akkor fordítom, és szépen végig kell vágnom hozzá a másik oldalát is. Ugyanúgy. De amúgy nagyon jó illata van. Én ettől be tudnék kábítózni. Óha, ez viszont már nagy dolog, ha ilyeneket mondasz, hogy kábító. Jó,
Igen. Így néz ki maga a derékszögése vágása. Ezt kéne megcsinálni, most ezt a rajzhoz kéne menni pontosan, jó? Szinte már érzem a könyörgést a hangjába. Jó. Léci, srácok, léci. Ezt ne roncsátok már. Léci, amúgy ebből nincs másik. Ja, igen. Így nem mondtuk. Igen. Jó. Majd a másik két hét. NFL első van itt egy elővágva, hogy beletegyél. Így van. Tegyél el rajta, úgy van. És szépen megpróbáljuk ezt beállítani, hogy ez így hibátlan lesz. Itt is szorítsuk le. Így van. És szépen meg. Így jó. Így van. Jó. Mindig előre az újat mehetünk. És most vissza. Hogy húzzuk el vissza. Jó, és lehet hozni hátulra. Ezt az élet, amit megvágtál, ezt folytod a Stellerhez. Aha. Így? Így van, így van. Jó, és toljuk ide teljesen hozzá. Hogy jöjjön még. És ezt te most látod? Én már látom, igen. Az a lényeg. Így jó. Mehet? Igen. Térdemre vigyázok. Így van, le és mehet. Á, ez nagyon király! Oda befolytod a sarkát, és szépen el kell tolni. Rendes nélkül. Így van. Jó. Jó. Így van. És most pedig a szélességi méretét kéne megvágni akkor. Csak fordítasz rajta egyet kifel. Így? Nem? Fordítom. Azaz. Lebuktam, hogy nem látom át amúgy. Ez így 60 pontosan, ez pedig 1 méter pontosan. Rendben van. Tiszta méretű. Visszük fel. És jön az asztalos legnagyobb átka, a csiszolás. Oké. Okay. Ott még azért le lehet. Lehet, nem ilyen szép mintás lesz a végén. Most, hogy megcsináltuk odalent a teljes megmunkálásunkat, ki fogjuk alakítani a csapok és csapéseknek a helyét dominózó géppel. Alapvetőleg ugye erről a gépről beszélünk, beállítottuk, hogy milyen dominó szélességet fogunk ugye marni, nekünk a legkisebb kell, azzal fogunk dolgozni, és beállítjuk a mélységét is, ugye fel van tüntetve, 25-ös, ugye nekünk 50 mm-es a dominónk, ez ugye 25 mm-t fogunk marni az egyik oldalba és a másik oldalba is, így nem fog ez probléma az összeillesztésnél. Értem. Egyébként ez nagyon praktikus gép, tehát így van. Azért most így, ahogy már itt vagyunk egy pár órája, sok minden segíti a munkátokat. Hát egyre jobban ugye fejlesztik a gépeket, csak kisi barba is, úgyhogy nincsen vele probléma. Két anyagtípusunk van, az egyik a lába, más keresztmetszet, az összekötők megint más keresztmetszet. Először az összekötőkbe fogjuk kialakítani, így ugye a gépen beállítottuk a 20 mm-t, ő pontosan az anyag közepére fogja tenni ebbe az ilyen a dominót. Mikor átlépek a lábára, akkor ezt a mélységet át fogom állítani, hogy ne szintbe legyen a lába az összekötővel, hanem egy picit essen bentébb, esztétikusabban fog kinézni, de itt majd mélységet fogunk állítani, és akkor azzal szépen ezt el tudjuk csalni majd. Itt, a fekete vonal, ahol stimmel, ráteszem, szépen egyenletesen beletolom. Én megkaptam mind a két oldalt a dominónak a helyét. Ha. Jó? Ez a kialakítást a hat alkatrészen, már most csak ötön, el kéne szépen végezni akkor. Oké. Okay. Szeretnéd tartani, vagy először kipróbálod? Belejöttem a tartásba, csinálj nyugodtan, aztán ezt majd a mákot. Kezdhetem, jól ha félsz. Nem is. Itt fogom? Így van, így van, így van. Csak egy felfel a gombot. Csak felfel a gombot megtolod. És akkor megnézem az izét, a csíkot. Célszerűbb itt fogni kívül, és akkor nem zavarja, hogy hol tartod a csíkot. És akkor így, ugye? Itt a vonal. Így van. Ő tartott csak lefele, őt pedig csak befele fogott tolni. Lefele már nem kell. Okay. Tartsad! Nem tartod eléggé. Oké. Okay.
összeraktuk, ugye fel van rajzolva mindenhova, összeállítottam, és ugye amit lent felrajzoltunk rá derékszögjel, amikor csináltuk, azt ugye le is egyenlő, le is vastagság voltuk róla. Ilyenkor én ezt középre felszoktam rajzolni. Ugyanezt a jelet, mindig a közepére. Ez a belseje. És ez lesz ugye a szerkezetemnek alapvetőleg a belseje. Ugye ezek a rajzok összefele fordulnak minden esetben. Így nem tudom hibázni, mikor dominózom kifele, akkor van egy bázispontom, hogy mi az, amihez nekem mennem kell. És tudom azt, hogy nekem, ahol a derékszögé rajta van, nekem azt az oldalt kell majd kidominóznom. És így nem tudok hibázni benne. Rendben? Kihívás elfogadva. És ide? Oda nem kell, csak ide. Ja, fegyel, mert így, a felső. Így van. Tényleg. És akkor csak bekap. Így van. Most, hogy megvannak az alkatrészeink, és mindenhol kialakítottuk a csapok, a csaprészeknek a helyeit, most el fogjuk venni az éleit mindenhol. Ott, ahol nekünk az zavaró lenne, hogy kívül mégse egy egyenes él legyen, hanem szépen legömbítjük a lábakat is, és az összekötőket is, mindegyiket. Egy ember végzi a műveletet, felsőmaróval fogunk dolgozni, gömbítőka is van benne, nem bánt, nem kell tőle félni. Helyte. Szépen fogom az anyagot, két kezem rajta, és szépen nekiillesztem. Lassú előtolással eltolom. Ennyi? Ennyi. És az anyagom éle el van véve. Na, a technika óra jelent. Durva! Szépen a négy élét. Így. A négy élét mondtam, de csak három élét. Felülről így kéne, hogy kinézzen. Középső, belső élét nem fogom bántani. Hihetetlen. Jó? Na, optikák. Ugye meg vagyok így, általában az alját is meg szoktuk gömbölíteni, pont azért, hogy mikor húzzák, vonják jobbra-balra, akkor a szálai ne törjenek el kifele. Ezt is, mikor ez az élei megvannak, akkor szépen körbe gömbölítjük ezt is. A lábam készen. De a lábánál mind a négyet. Azt körbe gömbítem, hogy húzgálja, az kívül belül is letörezhetszett a szála. Jó? Tessék. Szépen, oda-vissza mozgással, mindenhol úgy, hogy a ceruza nyom, az eltűnjön róla. Jó? Megfordítod? Én lehet, hogy inkább hoznék egy radírt. Na most, visszatérve a radírra, azért nem... Vicceltem! Nem. A radír jó megoldás, nincs fel semmi baj, de azt tegyük hozzá, hogy ha olyan munkát végzünk, amit utána felületkezelünk, akkor nem elég a radírozás. Csiszolni nem azért kell, hogy eltűnjön róla a piszok és a ceruzanyom, hanem azért, hogy ami a kezünkön rajta volt eddig zsír, olaj, bármi, azt a faanyag felszívja. Viszont ha ezt csiszolással nem tüntetjük el belőle, akkor onnantól kezdve a felületkezelésünk már sokkal nehezebb lesz, mert ott, ahol foltos, azt a felületkező anyag is ki fogja adni, hogy foltos lesz. Készen van a csiszolásunk, akkor összeépítjük magát a lábszerkezeteket. Jön a Lego. Jön a Lego, igen, így is lehet mondani. Mindig arra odafigyelek, hogy ragasztós anyagot fejjel lefelé nem fordítok, hogy ne folyjon ki a ragasztó fölöslegesen az anyagra. A résbe ragasztót, és utána teszek az összekötőbe is, majd ebbe beletolom a dominót. Ha ez benne van, akkor itt fogom és szépen ráállítom a helyére, és szépen rányomom. A ragasztóanyag, ami benne volt, az kitölti mindenhol a helyét. Hozok majd vizes hongyot, és szépen a töbletet azt lehúzzuk mindig, de majd vizes ruhával szépen körbe takarítjuk. Többet kicsit kevesebbet kell raknunk. Arra figyelek, hogy ha ide beleraktam, akkor nem ide teszem a dominót már bele, és ezt teszem, ahogy felfolytom, biztos, hogy ki fog folyni a ragasztó még jobban, mint ahogy most kijött nekem belőle. Kezd most már asztal formájú. Az még nem, de mihez összerakjuk, azt már el lehet mondani róla. Asztal mindenit. Na mi van? Sok lett? Eléggé. Ú, ez tényleg sok lett. Ealing fantáziájú nézőim most ne nézzenek ide. Spritz dohozó. Ez milyen finom poén volt. Ügyes vagy.
2022 teljesen ennek jegyében. Ezt nem kell kisípolni. De van egy kötési ideje a ragasztónak, amit használni kell. Mert onnantól kezdve, ha most ezt szétszedjük, megborítjuk, onnantól kezdve már újra kéne ragasztózni, mert nem köt meg még egyszer. Oké, itt mikor összeragasztottuk, akkor szorítunk mindent, aztán akkor minden más ráér, de mikor ragasztunk, akkor azt ragasztani kell, azt húzni kell összefele. Mert eltelik egy 10-15 perc, és még nincs összehúzva, akkor már mindegy, mert nem fogja megfogni a ragasztó. Erre mindig figyelni kell. És ebből kicsúsztunk most? Ebből nem, ez most még benne van, nincs baj. Így, ilyenkor, mikor ez megvan, de hárman voltunk rá. Nem baj. Ilyenkor, mikor ugye készen vagyok, és össze van ragasztva, akkor jön az, hogy vizes rongya szépen mindenhonnan, én a ragasztót letakarítom. Mert ha nem veszed le, akkor mikor az megköt, onnantól kezdve vagy vésővel, vagy csiszolóval tudod csak leszel rinda, az már nagyon csúnya. Hát az az. Ah, szakértő! Köszönjük, hogy tanárod megerősítetted. Biztos sokat jelent neki. Egyet értek vele. Most, hogy megvan a lapunknak a megmunkálása, és szépen felcsiszoltuk, most fogjuk az éleit lezárni. Ha élfúrnét teszünk rá, akkor az annyit jelent, hogy ugyanolyan vastagságú, mint ami a lapon van, ezt fogjuk szépen az élére felvasalni. Ha több időnk lett volna, akkor az élébe bele lenne marva egy 2 centis élléc, ami bármilyen mintára gömbölyíthető lenne. Szebb lenne, de az idő hiány sajnos csak ennyire lesz lehetőségünk, hogy az élfúrnét... Az mennyi idő egyébként? Az élléc, az még egy fél nap. Kimarni, az hát a sokat szárad. Visszajövünk! Alapvetőleg... Na, a vasalás. Ő vasalóval... Mi divaszabbók voltunk az elmúlt adásban. Hadd mutassuk már meg, emeld ki a kamera felé. Rá van írva, hogy vasaló. Ne, hogy ha nem tudna valaki, esetleg valaki, ez egy vasaló. Így van. Jó, először szépen... Mondjuk azt, hogy a leltár miatt van. Rátesszük az anyagot, és a két ujjunkkal megvezetjük magát az élfúrnét, hogy mind a két ujjat egyformán lógjon le, ne csúszson el se jobbra, se balra. És ez így hőhatására simán ott marad. Így van, mert alatt a ragasztó réteg van. Aha. Ja, hogy te ezt már beragasztod. Volna, nem? Ja, hogy ebből, csak meg kell tapintani. Jó. És ahogy ugye ráhoztam erre az élére, innentől kezdve már nem megy el se jobbra, se balra, de visszafele egy filcezett csiszolófával fogom ráfele nyomkodni, ugye alapvetőleg elég meleg, kézzel nem tudom rátenni, és ilyenkor szépen a csiszolófával nyomkodom ráfele, hogy meglegyen neki az a nyomás, amivel a ragasztó után ott tartja. Itt figyelek, mert belekaphatsz az élébe, és alapvetőleg a szálka belemehet a kezedbe. Amikor ez az oldalam megvan, akkor szépen letöröm az élét, és vésővel ezt innen levágom. Fel kéne helyeznünk a fogatókat, amivel össze tudjuk majd őket illeszteni. Két csavarra szépen nem kell belehúzatni, csak a sűjesztésig tűnjön el a feje arra, vagy a csavarnak. És készen van. Eztem arra figyeljek, hogy a teteje az vagy síkol vele, vagy egy picit inkább lentebb van, hogy az asztallapot majd ráfele húzza nekem a keretre. Jaj! Miért? Már gyanús volt. Nem az igazi, de nem. Már gyanús volt, hogy inkább jön felfele. Pedig még görcs sincsen benne. Van vissza módja, hogy kihúzzuk. Itt áttolod a gombot. Nem akartam hinni a szememnek. Lyuk van benne, ha leteszed, visszajön magától. Durva ez a természet. Na ilyen szokott lenni nekem minden adás. Rajtam röhög a stár. Nem, hadd röhögjenek. Ennyi örömük van az életben. Elkészült. Csináltunk egy asztalt, itt közben beszélgettük, hogy nagyjából egy ilyen 50 ezer forintért ezt el is lehetne adni. Ha nem. Bár igen, mert igazából eladható minőségű. Nyilván nem minden részét mind csináltuk, de hogy így alapvetően szerintem erre büszkék lehetünk. Így van, mind a ketten. A megmunkálástól kezdve a befejezésig, az összerakásig ezt készítettétek. A tetejét leszámítva azt a kicsit csinálták, ugye a nappal is tanulók, de ettől függetlenül ez a ti munkátok. Ti fejeztétek be, ez egy ellakható remek. Amióta itt ugye járjuk itt az iskolákat, hát ez volt az egyik legnagyobb élmény egyébként, ez az asztalkészítés, meg maga ez a szakma, egészen döbbenetes, hogy mennyire jól éreztük magunkat, szerintem így
kettőnk nevünkben is mondhatom, és a sikerélmény pedig végre most így itt van előttünk. Igen, az sokat számít, hogy látsz valamit, nem csak elkezdesz valamit, és akkor egy óra múlva abba hagytad, és akkor csináltál valamit, hanem elkezdted az elejétől, a megmunkálástól, vágásig, gyarulásig, csapozásig, összeraktad, lefelületkezelted, ez mind a te kezed munkája, te készíteted. Még ha nem magadnak csinálod, hanem valakinek eladásra, akkor is rengeteget számít, hogy szereted-e azt, amit csinálsz. Egyébként hogyan láttál minket, mennyire voltunk rátermettek, vagy kevésbé rátermettek? Én azt kell, hogy mondjam, hogy örülök neki, hogy ti jöttetek. Rosszabbra számítottam. A kollégák elmondták, hogy esetlenek, ügyetlenek, nem odafigyelnek, bolondoznak. Ezt nem mondhatnám rátok. Ez tény is való, hogy a mi szakmánk nagyon veszélyes. Lent a gépműhelyben nagyon sok olyan géppel kell dolgozni, ami emberi életre ártalmas, a kezed lecsonkolhatod, ha visszaüt egy fadarabot, akkor a gyomrod sérülhet, bármilyen veszélyes dolog történhet. Nektek még mind a 10 ujjatok megvan a nap végére, úgyhogy olyan nagy baj nem lehet. Nem lesz ilyen asztalos. Nem lesz, hogy öcsőt kérek, igen, a boltba, úgyhogy nem lesz ilyen probléma szerintem. Én örülök, hogy itt voltatok, dolgoztatok. Ha a munkátokat kell értékelni, akkor egy ötös alát mind a kettőtöknek tudok adni. 4-5-5-5-ös alát mind a kettőtöknek szívesen tudok adni. Hát azt én bármikor elfogadom bal kézzel, is jobb, mint újak nélkül aláírom. A munka után Vámos Pércs felé vettük az irányt, ahol már várt minket Pap Dávid, az Építech egykori diákja. A fiatal asztalos 7 évet töltött az intézményben, ahol a szakma és az érettségi után a technikusi képzést is elvégezte. Ha már ott volt, nem tétlenkedett, és szinte mindent megnyert a különböző tanulmányi versenyeken, amit csak lehetett. Annyi vagány dolog van itt, amiről tudnánk és tudunk is beszélgetni. Kezdjük ott, hogy ismerkedtél meg az asztalos szakmával. Ugye van itt azért egy felmenői, egy családi hagyomány is. Édesapám asztalos, már ő is tanulókora óta, azóta ő mint asztalos dolgozik a szakmájában, ezáltal én is mondhatni, hogy a műhelyben nőttem fel, a forgács közt úgymond, ez nem volt kérdéses is, hogy az általános iskola után én ezt a pályát válasszam is. Szakmát tanuljak, mint asztalos. Azért látjuk itt, hogy tartalmas iskolai évek állnak mögötted, itt ugye oklevelek, érmek, majd bogaráztunk itt a felvétel előtt. Hát néhány szóban mire is vagy a legbüszkébb, és hát ezek a szép elismerések, ezek számodra mit is jelentenek? Hál' Istennek a legelső szakmán belüli elért eredményem, az az aranyérem ott az asztalon. 2017-ben a országos szakmák versenyében első helyezést értem el, mint asztalos. Hatalmas jó érzéssel töltött el, nem is számítottam rá, megmondom őszintén. Ezáltal nem kellett vizsgáznom semmilyen részéből a szakmának. Mondjuk így értem. Ezek után minek? Megkaptam a bizonyítványt is, természetesen jelese. Ezek után úgy felcsigázva azt mondtam, hogy akkor menni kell tovább egy kicsit. Megpróbáltam a szakmák világbajnoságát, mint a Wörzkiel nevezetű versenyen is, asztalos szakmában először második helyezést értem el, már így a magyarországi előválogató során, aztán negyedik helyezést, az is egy elődöntő volt, így nem jutottam sajnos ki a nemzetközi szintre, de én ezzel is meg vagyok elégedve, és örülök, hogy idáig is eljutottam. Honnan veszitek ezeket a kreatív ötleteket, mert oké, hogy meg tudod csinálni, de most már nem az van, mint a suliban megmondják, hogy mit csinálj, hanem neked kell kitalálni, és most már a piacon rá vagy kényszerítve, hogy újabb és újabb dolgokat találj ki. Hogy jönnek ezek az ötletek nálad? Vannak olyan dolgok, amik régmúltban voltak felkapottak, ezek egy kicsit felelésbe merültek, nem rossz dolgokról beszélünk, mert napi szinten használati eszközök, egy kicsit felevelenítjük ezeket, ez durván az egyik felét képzi a termékeink körének. Másik fele meg újdonságokra alapszik, amit vagy utánajárások során, hallások alapján, azért sokat jön, megy, hall az ember egymásoktól, illetve próbálunk arra törekedni, hogy saját kreativitással és új dolgokat és fantáziát vigyünk bele. Bármilyen ilyen közeljövőben egy nagy terv, ami úgy benned van még, azt így hogy látod? Hát nagy tervnek nem nevezném, de a mestervizsga megszerzése az még előttem áll, azért a vállalkozásban meg sikeresebben szeretnék működni, fejleszteni, azért nem azt mondom, hogy motivál kinőni, mert az nem is egy jó dolog szerintem, de egy olyan szintre lépni, ami azt mondom, hogy országon belül egy kicsit elismerté tesz, vagy igazából a Népművészeti Szövetség tagjaként belépni, hogy a termékeinkkel
esetleg talán zsűriztetni, vagy védettséget elérni velük. Az asztalos szakma alapjait 3 éves nappali vagy 2 éves felnőtt képzésben lehet elsajátítani az építekben, amely a szakképzettség megszerzésével zárul. Ehhez a szakmához elengedhetetlen a kreativitás és a remek vizuális készség. Egy jó asztalosnak csak a képzelet szabhat határt, és szerencsére anyagi gondokkal sem kell küzdenie. A kezdőfizetés átlagban nettó 283-300 ezer forint, egy sikeres vállalkozás azonban ennél sokkal többet hozhat a konyhára.